Először is Kempelen nem szerette ezt a művet. He's moving his king. To C5. És amikor a Mária Terézia megbízta ezzel a marhasággal, hogy csináljon egy látványosságot, és fél évre szabadságolt, pontosan 6 hónapot adott neki, akkor ez neki nem tetszett, hogy ő nem bohóc, azért mert jön a 14. Lajos látogatója jön a Burgba, a bécsi udvarba, kell valamit mutatni. Yes. Na most megcsinálta ezt a marhaságot, és akkor ottan eljátszottak vele, játszott vele Nagy Katalin, játszott vele Napóleon, ezek történelmi tények. Nem tudjuk, hogy hogy működik. Erre persze az emberek kíváncsiak hozzá, persze hát bent valaki el van bújva, és akkor alulról így mozgatja mágnessel. És az, igen, kinyitotta az ajtókat, elől is hátul, és hátul gyertyát tartott, és azt a gyertyát előről is láttuk. Előre jött, és így Mária Terézia jelenlétében így mutatta be, mert ugye nem akarták, hogy a Napóleon vagy a 14. Lajos jelenlétében égjenek le, tehát ő kinyitotta, és megmutatta, hogy nincs benne senki. Ez a poén, ez senki nem mondja, ez a lényeg, hogy noha muszáj, hogy lett légyen benne valaki, állítólag volt egy kistermetű, törpe, pupos, nagyszerű sakkozó akkoriban Bécsbe, tehát történelmileg azt kell, hogy mondjuk, hogy mindig egy kistermetű embert kellett keresni, aki azt mondhatták, hogy hát ebben ember nem lehet, hiszen nincs annyi hely, csak hogy vannak zseniális törpék. There was not a midget inside, it was somebody's my size, or your size, that can fit inside the box. Tehát a Kempelen nagy valószínűséggel a bécsi törpét bújtatta el benne, és az vezérelte, csak hogy az nem úgy volt, hogy kinyitottuk, akkor láttuk, hanem hova tűnt. És így tűnt nekem úgy, hogy ez a művészet metaforája, azóta csinálok egy dobozszobrokat. A belsejét ábrázolom absztrakt módon, tehát a manipulátort, gipszpálcákkal, a benne elbújt ember hirtelen egy pillanatra megjelenő kezét, a fekete királlyal, akinek nincs árnyéka. Tehát a mű misztikus, az a címe, hogy Fekete király árnyék nélkül. You have been worried. The white knight is going over to A6. Miért lett mégis ennyire legendás ez a dolog? Az ő akaratán kívül. Azért, mert eltrafálta a művészetnek egy definícióját, egy metaforát alkotott a művészetre. A nem létezőt megmutatni, és a láthatót eltüntetni. De a metafora, ami a gépben van, amit ő nem igazán szeretett, és mind a mai napig egy felülmahatatlan valami, mert az emberiség nem tud szabadulni tőle, már a 800. könyvet írják, ez azt jelenti, hogy valamit megragadott. Valami modellt alkotott, ez olyan, mint a Mona Lisa. A Mona Lisát 200 évig nem számított különleges képnek. Egy volt a portrék közül. Valamilyen furcsa modellértéke van. Most ennek a tárgynak van egy ilyen furcsa modellértéke. Az alkotót nem nagyon szerette, nem tartotta jelentősnek. Vicces. A mai napig, amiatt, hogy elégett, a mai napig ezt, hogy benne volt egy törpe vagy se, mert ha nem, hát akkor viszont mi mozg, akkor ki tudott csakkozni. Ugye? I think you're right, that's the only move you have. Szóval a halhatatlan tárgy, ugye? Szóval nem lehet róla, olyan, mint a Puskásnak a híres hátrahúzott csele a Wembleybe, ugye? Azt rúghatnak 1 millió gólt, húzhatják hátra 1000-szer a labdát, úgy, ahogy ő a Wrightot átrázta ott, annak ide 53. november 20-én, az felülmúlhatatlan és az emblematikus. His king. The Turk wins again.